Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Nagybőti keresztút járások ebben az idei évben különlegesek. Nem tudunk közös helyszíneken együtt részt venni rajtuk, hiszen egyelőre a koronavírus járvány mindenkit arra kényszerít, hogy otthon maradva online módon csatlakozzon az imádsághoz. Ugyanakkor hisszük, hogy maga Isten jön el minden ember otthonába, minden családhoz. Lélekben most együtt megyünk azon az úton, amelyen Jézus a kínszenvedésekor járt. Itt érezzük meg Isten szeretetét, hiszen ő mindig mindent megtesz az ember megváltásáért. A járvány idején még keményebben dolgozik, hogy az emberekkel együtt munkálkodva legyőzze a betegséget. Kérünk, Szentlélek, egyesíts bennünket. Az interneten, a televízión keresztül együtt vagyunk egy szélesebb közösségben. Ezt szem előtt tartva Jézussal együtt lépjünk most rá a keresztútra. Első állomás, Jézust halálra ítélik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent János könyvéből. Húsvét készületi napja volt, a 6. óra táján. Így szólt a zsidókhoz: nézzétek, itt a királyotok. Azok újra kiáltozták: elvele, elvele, keresztre vele. Pilátus megkérdezte: királyotokat feszítessem keresztre? De a főpapok tiltakoztak: nincsen királyunk, csak császárunk. A tömeg azon a napon fölment, fölemelte kezét, és hangos kiáltozással elítélte Jézust. Sikerült nekik keresztre feszítetni. A világunknak most a koronavírus járvánnyal kell szembenéznie. Számos ország nem látta előre a betegség pusztító erejét. A halálesetek száma meghaladja az emberi képzeletet. A kórházakban a betegek, a fertőzöttek és a karanténban lévők száma egyre nő. Ebben a helyzetben az egyház arra hívja az embereket, hogy térjenek meg a jó Istenhez. Nem elítélve őt, mint a tömeg a múltban, hanem magunkat megvizsgálva, belátva, hogy mennyi igazságtalansággal vádoltuk meg Jézust. Ő csendesen elfogadott mindent, hogy együtt járjon az emberekkel a szenvedéseikben. Könyörögjünk! Jézusunk, sokszor a nehéz helyzetben arra gondolunk, hogy a gonosz győzött. Nagyon nehéz elfogadni a fájdalmat, amit ez a szörnyű vírus okoz. Amikor látjuk, hogy milyen békében és bizalommal fogadod el az ítéletet, kérünk, adj nekünk is lelki erősséget, hogy kövessünk téged ebben a fájdalomban. Akármilyen erős a vírus, ha a szenvedésben együtt vagyunk veled, akkor majd a dicsőségben is veled lehetünk. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Második állomás, Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. A kereszt mélységesen megalázó büntetés volt az akkori ember számára. Senki sem akarta hordozni, és egy érdes fadarabon lelni halálát. Jézussal és ő benne a kereszt számunkra más, fontos jelentéssel bír. A kereszt életet ad azoknak, akik Jézussal hordozzák. A koronavírus járvány nehéz kereszt, amelytől az egész világ szenved. Isten nem leli örömét abban, hogy szenvedünk a gonosz miatt, a vírus miatt, a keresztek miatt. Ez a valóság, és arra vagyunk hívva, hogy Istennel elfogadjuk. Bátorság, én vagyok, ne féljetek, mondta Jézus. Fontos, hogy a járvány ideje alatt a keresztények támaszkodhatnak valakire, Istenre, és kegyelmet kaphatnak. Erőt meríthetnek, hogy szembenézzenek a járvánnyal, és legyőzzék azt. Könyörögjünk. Urunk Jézus, az emberiség fájdalmasan szenved. Kérjük, hogy békében fogadjuk el a keresztet. Különösen a vírus áldozataért kérünk, hogy összetudják kapcsolni a veszteségüket, szenvedésüket a te kereszteddel. Bár szomorúak voltunk és aggódtunk, gyorsan békére találunk, ha rád hagyatkozunk, és bizalommal együtt vállaljuk a keresztet veled. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Harmadik állomás, Jézus elesik a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Olvasmány Izajás könyvéből. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis megvertnek néztük olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. A járvány 2019. decemberének végén tört ki Kínába. Azóta azt látjuk, hogy sok ember esett össze az utcákon, kórházakban és a gyászszertartásokon. Összeestek a fáradtságtól, a félelemtől és a reménytelenségtől. Betegek, orvosok, a betegek hozzátartozói. Ezek a képek valamiképpen megmutatják nekünk, amint Jézus a földre esik. A kereszt súlya és a tömeg kavargása miatt Jézus elveszíti az egyensúlyát. A földre esik, mint mi mindannyian ebben a járványban. Fájdalmunk mély völgyében Jézus arra buzdít bennünket, hogy álljunk fel, járjunk tovább. Bár az előttünk álló út nehéz, az Úr segít, hogy ne adjuk fel. Könyörögjünk. Urunk Jézus, gyermekként talán sokszor elestél játék közben, vagy eleshettél, amikor akadályokba ütköztél nyilvános működésed során. De most azért estél el, hogy osztozz velünk fájdalmunk súlyába. A koronavírus valóban az emberek elesését okozza, és ébredésre serkent minket. Emelj fel minket, adj erőt és reménysugárt, hogy az előttünk lévő gyönyörű utat megtaláljuk. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk!
Negyedik állomás. Jézus Szent Anyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent Lukács könyvéből. A te lelkedet is törjárja át, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai. Jézus csupán egy röpke pillanatra találkozott a szűzanyával. Ez elég volt ahhoz, hogy mindenketten megláthassák az isteni akaratot. Ez az anya-fia találkozás, a teremtmény és a teremtő találkozása. Jézus és a szűzanya egyaránt erőt merített belőle, hogy tovább tudjanak menni. A járvány ide alatt az embereknek meg annyi közvetlen társas érintkezést fel kellett függeszteniük. Számos ország lezárta a határait, sok várost elszigeteltek. A járvány gócpontjaiban az embereknek nem szabad kimenniük az utcára, a templomok bezártak, üresek. Szinte minden társas kapcsolat kizárólag az otthonokra korlátozódott, vagy az interneten keresztül online zajlik. Az egyház úgy véli, Isten megszentelheti ezeket a találkozásokat. Mária és Jézus által az egyház kapcsolatot szeretne létesíteni mindannyiunkkal, hogy elkísérjenek, gondoskodjanak a lelki életünkről, velünk legyenek, amikor vigasztalásra van szükségünk, és amikor búcsút kell mondanunk. A mi Istenünk közel van, és Isten arra hív fel bennünket, hogy álljunk közel mi is egymáshoz, ne távolodjunk el egymástól. Könyörögjünk! Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevez szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott szűz. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Ötödik állomás, Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. A kereszt súlya miatt Jézusnak is szüksége van segítségre. Simon eleinte csak kényszerűségből vitte a keresztet. Emiatt Jézusnak volt egy kis ideje, hogy visszanyerje az erejét és tovább haladjon. Simon később a feltámadás örömében is részesülhetett Jézussal együtt. Az elmúlt néhány hónapban a vírus összehozta az emberiséget a járvány leküzdésére. Ez nem nemzeti ügy, hanem feladat az egész világ számára. A járványok felszámolása érdekében az embereknek együtt kell dolgozniuk, a családokban, közösségekben, plébániákon, kórházakban és minden országban. Mi is segíthetünk legalább az imánkkal. Mindenki hozzájárul egy kicsit a betegség terheinek enyhítéséhez. Jelentős meghívás ez, hogy megosszuk egymással terheinket. Ha együtt hordozzuk, a kereszt sokkal könnyebb lesz. Könyörögjünk! Urunk Jézus, a járvány megmutatja az emberi szívek igazi mércéjét és a társadalom erkölcsi helyzetét. Vannak mohó emberek, profithajszolók, és sokan gondtalanul élnek. Isten fiaiként közös imádságra vagyunk hívva, hogy szívünk fellángoljon a járvány ideje alatt. Kérjük, adj szívünkbe szeretetet és együttérzést, hogy nyitottakká legyünk egymásra. Amen.
Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Hatodik állomás, Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent Máté könyvéből. A király így felel, bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. A hőség miatt a tömeg nyüzsgött, Jézus már teljesen kimerült. Nem engedték pihenni. Szomjas volt, a kereszt kidörzsölte vállát, a katonák ostorcsapásai kiszívták minden erejét. Ekkor egy asszonynak sikerült megörökíteni a mester valódi arcát. A neve Veronika volt, ami azt jelenti, hogy Jézus arcának valódi képe. A járvány idején sok hasonló Veronikával találkozhatunk. Ápolók, orvosok, kórházi dolgozók, lelkipásztorok. A járvány közepette is gondosan ellátnak minden beteget. Lelkiismeretességgel mindent megtesznek, hogy ellássák és kezeljék a fertőzötteket. Nagyon fáradtak, sokan elkapták a fertőzést, sokan közülük meg is haltak. Mégis bátran dolgoznak a járvány alatt, hogy minél több embert megmenthessenek és reményt adjanak. Reméljük, meg tudják őrizni lelkesedésüket, akár csak Veronika, és odaadással képesek szolgálni a betegeket. Könyörögjünk. Uram, a te arcodat keresem, ne rejtsd el előlem az arcodat. Veronika megkeresett téged a tömegben, és találkozott veled. Szenvedésedben Veronika kendőt nyújt neked, hogy letörölhessd az arcod, és enyhítsed gyötrelmeid. Kicsiny gesztus ugyan, de nagy szeretettel. Hasonlóképpen most mi is imádkozunk, kiváltképpen az ápolókért, orvosokért és azokért, akik ezt a betegséget közvetlenül kezelik. Add, hogy az egyház le tudja törölni az emberiség arcáról a szorongás és a csalódottság nyomait, hogy Istennek az emberekben rejlő képe megjelenjen és felragyogjon. Adj bátorságot, egészséget és belátást, hogy képesek legyünk egymást elfogadni. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Hetedik állomás, Jézus másodszor esik el a kereszttel. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. A szenvedés útjának közepén láthatjuk, amint Jézus másodszor esik el. Jézus kimerült, nehezére esik megtennie az előtte álló utat a Kálváriára. Ha ezekben a pillanatokban ott vagyunk vele, mégsem halljuk, hogy panaszkodna. Jézus nem kérdőjelezi meg a szenvedését, hanem felemeli. Mint valóságos ember, jól ismeri az élet ellentmondásait. Jézus velünk, ami fájdalmunkkal esik el, hogy felemeljen minket és erőt adjon a folytatásra. Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtok, és akik terheket hordoztok, én megkönnyítelek titeket.
Amikor ezt a kijelentést tette, már megtapasztalta a betegségek és a kereszt útjának fájdalmát. A földön eltöltött évtizedek során olyan sok szegény, beteg, bűnös emberrel találkozott, akiket a törvény ereje és a társadalmi rendszer kitaszított, akiknek szükségük volt a támogatásra, gyógyításra és felemelésre. Jézus szeretne kézen fogni minket, és azt mondja, a szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. Könyörögjünk. Urunk, köszönjük neked, hogy eljöttél a világra. Mindent látsz, mindent, ami megtörtént. Adj erőt, hogy felálljunk és tovább mehessünk egymással és veled. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk. Könyörülj rajtunk. Nyolcadik állomás, Jézus vigasztalja a síró asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus hozzájuk fordult. Jeruzsálem leányai, mondta nekik, ne engem sirassatok, inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Jézus erőssége, hogy vigaszt és segítséget nyújt az embereknek, még azoknak is a szeretet szavát kínálja, akik az ő kínszenvedését siratják. A mostani időkben ez üzenet az egész emberiség számára. Mindenki sorsát siratjuk. A koronavírus elérte országunkat, városainkat, falvainkat és a családunk közelébe férkőzött. A vírushelyzetről szóló mindennapi információk áradata sok embert összezavar, aggaszt és elborzaszt. Sok helyen a közösség részvételét, a szentmiséken és a vallási tevékenységeket fel kellett függeszteni. Amikor a templom zárva van, az Úr minden családhoz betér, például az online miséken keresztül. Amikor nem lehet szentgyónáson részt venni, maga Isten jön el megbocsátást adni a vétkeiket megvallani kívánóknak. Isten vigasztalni akar minket otthon és a szívünkben. Könyörögjünk. Urunk Jézus, szükségünk van rád, különösen most. Minél gyorsabban terjed a járvány, annál közelebb kell állnunk hozzád. Kérjük, töröld le a sok ember arcáról a könnyeket, éljünk mindannyian ezzel a lehetőséggel, hogy találkozzunk veled, és engedjük, hogy ez a találkozás megváltoztasson minket. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Kilencedik állomás, Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Olvasmány Izajás könyvéből. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját, mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. A harmadik eleséssel Jézus bizonyosan úgy lépett az emberi történelembe, hogy minden időben együtt szenvedjen a szenvedő emberiséggel. Azóta a sebek és fájdalmak sokassága jelent meg a világban.
Izajás próféta úgy írta a szenvedő szolgáról, mint egy sebesüléssel teli alakról. Jézussal együtt most láthatjuk a COVID-19 újabb és újabb kitörését. Él bennünk a remény, de aggódunk is, és nagyon kimerültek vagyunk. Jézus feláll, és tovább megy, hogy mi se adjuk fel. Még ha nagyon fáj is, együtt megyünk keresztül rajta, és végül minden rendben lesz. Könyörögjünk. Urunk Jézus, ebben a pillanatban esedezve imádkozunk a tudósokért. Bízzuk az irgalmas Isten hatalmába. Köszönjük, hogy a tudósok megtalálták a gyógymódot és a vakcinát a betegség gyógyítására, megelőzésére. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Tizedik állomás, Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent Máté könyvéből. Megfosztották ruhájától, bíbor színű köntöst adtak rá, tövisből koszorút fontak, fejére tették, jobb kezébe pedig nátszálat adtak. Aztán térdet hajtottak előtte, és így gúnyolták, üdvözlégy zsidók királya. Az ember bűne miatt Isten elfogadott minden ostorozást, megaláztatást és megvetést. Egy aprócska koronavírus előtt az ember lecsupaszodik, és meglátja esendő mi voltát, törékenységét, végességét, a szennyezetté vált közös lakóhelyet, a földet, az emberi közömbösséget, és meglátja, hogy a tudomány nem mindenható. Sokan azt gondolják, bármit megtehetünk, kiirthatjuk az ellenségeket, akik megtámadják az emberiséget. A COVID-19 vírus az emberi gőg és az arrogancia eredménye volna? Vagy a vírus arra készteti a világot, hogy átgondolja azt az elképzelt mennyországot, amelyet az ember magának teremt meg? Könyörögjünk! Urunk Jézus, add, hogy felismerjük helyünket a teremtett világban. Isten arra teremtett bennünket, hogy dicsérjük, tiszteljük, imádjuk és szolgáljuk őt, és ezzel megmentsük lelkünket. Minden más teremtményt azért hozott létre, hogy segítsenek elérni ezt a célt, amelyet a Teremtő állított nekünk. Segíts, hogy egyedül Istenre támaszkodjunk. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk! Tizenegyedik állomás, Jézust a keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent Máté könyvéből. Aztán keresztre feszítették, és sorsot vetve megosztoztak ruháján. Az Ószövetségben olvashatjuk, hogy a sivatagban mérges kígyók sok izraelitát halálra martak. Maga Isten adta meg a gyógymódot. A megmartak, ha feltekintettek, a bronzkígyóra meggyógyultak. Ma a Kálvárián az emberek látták Isten fiát, a megváltót. A járvány idején sokan kérdezik, hol van Isten?
miért marad csendben? Isten a keresztre van feszítve az emberek bűnei miatt. Ott azt mondta, szomjazom. Nem csak vízre szomjazott, hanem minden emberrel együtt szomjazik a fájdalom miatt is. Szomjazik a tehetségre, a gyógyászatra, az orvosi eszközökre, az orvosokra, a szakemberekre, a kezelésmódokra, az irgalmasságra. Könyörögjünk. Urunk Jézus, rád nézzünk most a kereszten. Adj békességet nekünk, a magyar népnek és az egész emberiségnek. Oldj szomjúságunkat hatalmaddal. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk. Könyörülj rajtunk. Tizenkettedik állomás, Jézus meghal a kereszten. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent Márk könyvéből. 9 órakor Jézus hangosan felkiáltott. Éloj, éloj, lamma sabachthani. Ez annyit jelent, Istenem, Istenem, miért hagytál el? Jézus magányosan szenved, úgy tűnik, az Atyaisten magára hagyta. A fiú továbbra is kéri a segítségét. Amikor minden beteljesedik, Jézus átadja lelkét az Atyának. Az elmúlt hetekben a betegek és az elhunytak száma napról napra nő. Minden szám egy élet. Legtöbben közülük idős emberek, de egyre több a fiatalabb is. Imádkozunk az ő lelki üdvükért. Nyugodjanak békében, és az Úr ölelje magához őket. Könyörögjünk. Mindenható Isten, kérünk, mentsd meg azok lelkét, akik elhunytak a koronavírusban. Imádkozzunk különösképpen az orvosokért, ápolókért, akik ezekben a napokban életüket adták és adják, miközben a betegeket szolgálják. Fogad irgalmadba őket az örök boldogságban. Amen. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk. Tizenharmadik állomás, Jézus testét leveszik a keresztről, s anyja ölébe fektetik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent János könyvéből. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad. De ha elhal, sok termést hoz. Jézus vérszennyes teste sebekkel van tele. Csak néhányan voltak jelen, amikor testét levették a keresztről. Szomorúság és gyász töltött el őket. Ettől a pillanattól a Szent Szűz elvesztette gyermekét, a tanítványok pedig a mesterüket. A járványhelyzet hasonló ehhez. A koronavírus nem csak sok ember életét vette el, hanem az élet szinte minden területét érinti. Olyan, mint egy háború az egész világ ellen, minden ember ellen. A gyász sok alakban látható a kórházakban, s még fájdalmasabb, hogy hozzátartozók nem tudják elkísérni szeretteiket a betegséggel való küzdelem útján. Könyörögjünk!
Urunk Jézus, a COVID-19 valóban megköveteli, hogy mint egy test éljünk a te színed előtt, nem akarunk külön-külön vagy elszigetelve élni. Segíts belátni, hogy nincs megkülönböztetés életkorok, fajok, vallások vagy társadalmi rangok között. Mindenki és mindannyian az emberiség része vagyunk. Ments meg mindünket. Amen. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk! Tizennegyedik állomás, Jézus sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Evangélium Szent János könyvéből. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt, beteljesedett. Aztán lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét. Jézus meghalt, hogy mi élhessünk. Jézus teste a sírban pihen, várva a feltámadás pillanatát. Ezen a halálos, szomorú helyen emlékezünk arra, hogy Jézus háromszor jelezte előre a dicsőséges feltámadást. A feltámadás a mi hitünk, reményünk és szeretetünk. A járvány miatt meghaltakat most Jézusra bízzuk. Kérjük szűzanyánkat, hogy erősítse hitünket a jövőben. A szűzanya bátorít, vigasztal, és a hét első napján azt mondja nekünk, a feltámadás örömhíre az egész világot be fogja járni. Könyörögjünk! Ó Mária, te mindig az üdvösség és a remény jeleként ragyogsz utunkon. Rád bízzuk magunkat, betegek egészsége, aki hitetben szilárdan kitartva a kereszt alatt osztoztál Jézus fájdalmában. Te jól tudod, mire van szükségünk, és biztosak vagyunk benne, hogy gondoskodni fogsz arról, hogy mint a galileai Kánában visszatérhessen az öröm és az ünneplés a megpróbáltatások után. Isteni szeretet, Anyja, segíts, hogy felismerjük és elfogadjuk az Atya akaratát, és megtegyük, amit Jézus mond majd nekünk, aki magára vette szenvedéseinket és fájdalmunkat, hogy a kereszt által elvezessen bennünket a feltámadás örömére. Amen. Könyörülj rajtunk! Könyörülj rajtunk! Kedves testvérek, most hálát adunk Istennek mindazokért, akik Jézussal együtt velünk jártak a keresztúton. Amikor követjük az Urat, akkor mi is az ő részei vagyunk. Azok, akik követik őt szenvedésében, a dicsőségben is vele lesznek majd. Különösen, amikor a járvány sok embert fenyeget, Isten nem fordul el tőlünk. Urunk, minden lépésünkben velünk járja a szenvedés útját. Ott van, velünk van, reményt, örömöt, békét és életet ad mindannyiunk számára. Ne feledjük el, Jézus és az Isten hatalmasabb mindenféle járványnál. Ne engedjük a vírust oda behatolni, ahová nem tud magától eljutni, a hitünkbe, a bizalmunkba, a reményünkbe, a szeretetünkbe. Felajánljuk ezt az egyházközséget, felajánljuk városunkat, felajánljuk ezt a régiót, ezt a magyar hazát és az egész emberiséget. Add, Urunk, hogy ennek a keresztútnak kegyelmei, hite és az egyéni imádságok, otthoni áldozatvállalások
minél hamarabb kiesdjék a világ megtérését és a járvány leküzdését. Erre a szándékra végezetül mondjuk el imádságainkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Jézus feltámadt és él. A húsvétre való készületben további áldott nagyböjtöt kívánunk mindenkinek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.